A Schindler listája filmzenéjét hallották. Micsoda érzelmek. Én teljesen a hatás alá kerültem. Erika, te is így érzed? Szerintem Tamásnak fogalma sincs, hogy milyen élményt nyújtott nekünk ma este. Azt már tudtuk, hogy nagyon bátor, merész, vagány srác, meg azt is, hogy mekkora szíve van és milyen érzékenységet tudja megszólaltatni ezt a gyönyörű hangszert. De hát tényleg csak ragozni tudom, hogy ezt a művet, amit szerintem mindenki nagyon jól ismer és hallott és tudja, hogy milyen képet kell hozzátársítani. Egyszerűen fantasztikus, hogy milyen egyszerűséggel, nemes egyszerűséggel közvetítetted a te érzéseidet erről, amit elképzelsz előre a témáról. És tényleg köszönöm neked ezt a ma esti gyönyörű produkciót, mert biztos, hogy nem fogom elfelejteni. Nagy kedvencem maradtál. Köszönöm. András, te hogyan értékeled Tamás előadását? Igen, hát ez a te igazi arcod. Sok arcod van. Ugye van a virtuóz, van, aki jazzzel foglalkozol, nagyszerűen játszották kávéházi cigányzenét is, a múltkor ott a futóverseny elején hallottunk, de ez a mély líra, ez van benned. És nekem azt tetszett különösen, hogy ez a dallam, ami szerintem az utóbbi évtizednek az egyik legnagyobb dallam, ez egy csodálatos találmány a Schindler listájában, ami soha nem gicses, és mégis nagyon szomorú, és nagyon megindító, és te valóban azzal az nemes egyszerűséggel tudtad játszani, hogy meghatottunk, de nem volt csöpögős. Úgyhogy pontosan, ízlésesen azt az utat találtad meg ehhez a dallamhoz, ami szerintem kellett. Gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok a további pályádhoz.